Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nyolcadikosokat és minden kedves nézőt. Ebben az alkalomban szeretnénk Kádár korszakról beszélni. Ez a korszak olyan emlékeket hordoz szüleink, nagyszüleinknek az életében, és ugye most ha magamról beszélhetek, a gyerekkoromnak a világáról, ami a mai napig érezteti a hatását. Kádár János ugye ennek a korszaknak a névadója, tulajdonképpen egy hosszú időszakon át, 1956 végétől egészen 1989-ig meghatározta annak a korszaknak a legjelentősebb, legfontosabb irányvonalait, amit egypárti rendszernek nevezhetünk, egypárti diktatúrának. Azonban ez, majd hogy látni fogjuk, számos olyan jellemzőt és számos olyan egyedi vonást is megvalósított, ami a körülötte lévő országokhoz képest egyfajta kisebb elnyomást, egy puhább diktatúrát jelenített meg az emberek számára, különösen a korszaknak a második felében. Akkor kezdjünk neki mai tanulmányunknak. Kádár Jánosnak az időszaka ugye az 1956-os forradalom leverésétől kezdődött. Valójában az ő erkölcsi megítélése nem tartozik ennek az órának a témájához, de rendkívül érdekes lehet arról is beszélni, hogy hogyan árulta ő el tulajdonképpen harcostársát és barátját, Nagy Imrét, és hogyan lett egy megszálló rendszernek a bábja, egy helytartója, a későbbi időszakban egy egyensúlyozó politikussá alakult át ebből a szerepkörből. 1956. november 4-én ugye benyomulnak a szovjet csapatok, a két hetes szabadság, az 56-os forradalomnak az időszaka megszűnik. Pár napi harc után leverik az ellenálló gócokat is, és igazából egy brutális megtorlás kezdődik Magyarország életében, ami rövid ideig tartott ugyan, de ezeknek az áldozatoknak a száma és aránya, akiket kivégeztek, börtönbe kerültek és hátrányos megkülönböztetés ért őket a forradalomban játszott szerepük miatt, jóval meghaladja az ezt megelőző legnagyobb traumát, ugye a 1848-49 szabadságharc utáni hajnauféle vészkorszakot. Nagyon érdekes az, hogy Kádár János, aki ugye azt mondhatjuk egy véreskezű végrehajtóként működött néhány éven keresztül, egy idő után más szerepet tudott betölteni a társadalomban, és egy olyan elfogadott vezető lett, ami példátlan volt az akkori kommunista országokban, szocialistának is nevezett tömbben, akit egyes kutatások szerint valószínűleg szabad választáson is megválasztottak volna a 60-as évek második felében és a korai 70-es években. Hogyan jutott el erre a változásra, hogyan volt képes egy gyűlölt, idegen érdekeket előtérbe helyező helytartó szerepkörétől eljutni, egy olyan jóságos, atyáskodó, az emberek fölött kicsit összekacsintó, barátságosnak is nevezhető vezetőnek a pozíciójába, amire ugye mostani időszakban is hát nagyszüleitek, a mi szüleinknek a generációjának jelentős része is nem teljesen negatív emlékekkel gondol vissza. Ennek a korszaknak, amit Kádárkornak hívunk, két nagyobb időszakra bontható. Az első, 1956 végétől, 57-től 63-ig terjedő keményebb diktatúra, majd az utána következő 63-tól lévő puha diktatúra, ami önmagában ezek a jelzők is alátámasztást igényelnek. A kemény diktatúra a megtorlás időszaka volt ebben a korszakban. Az októberi sajnálatos események elnevezés már önmagában mutatja, hogy az 56-os forradalmat átkeresztelték, ellenforradalomnak minősítették, az ott lévő eseményeket egyértelműen egy negatív csomagban, dobozban tették bele, amiről nem is tanácsos volt, nem volt tanácsos beszélni, vagy ha igen, akkor nagyon sablonosan és a párt irányvonalának megfelelően.
Egy rövid ideig volt még Magyarországon passzív ellenállás, sztrájkok, kisebb tüntetések, falragaszok, voltak ilyen mai nyelven graffitinek tekinthető föliratok, amik az új rendszerrel és személyesen Kádár Jánossal szemben is az elégedetlenséget, sőt a gyűlöletet fejtették ki. Ez az időszak a statárium időszaka volt, a szakkifejezés azt jelenti, egy rendkívüli állapot, amelynek idején részben kijárási tilalom, részben korlátozó intézkedések vannak életben. Na most új karhatalomra volt szüksége Kádár Jánosnak, nem hozhatta és nem is akarta visszahozni azt a rendszert, ami a gyűlölt Rákosi korszakban az 56-os forradalom eredményeképpen egyszer és mindenkorra megbukott. Hogyan alakította ki a saját rendszerét? Az első ilyen karhatalom, fegyveres testület az úgynevezett pufajkások voltak, akik tulajdonképpen a szovjet katonáktól kapott, ellátmányból kapott vattakabátról kapták a nevüket, akik egyfajta járőrözést, igazoltatást hajtottak végre, esetenként magánlakásokba is bementek, keresték az idézőjelben ellenforradalmár elemeket, azokat, akik ugye az előtte lévő gyűlölt kommunista rendszer ellen fegyverrel is fölléptek. A következő ilyen csapat, testületnek hosszabb lett már a működési ideje, ez a munkásőrség volt. Láthatunk a képen egy felvonulást talán a mai oktogon területén, ahol a munkásőrök jellegzetes géppisztolyjal a kezükben felvonulást tartanak. Ez a társaság tulajdonképpen szabadidős jellegű katonai alakulatot jelentett, végig a Kádár korszakban fönnmaradt, nem volt olyan fajta erőteljes párthadsereg szerepe, mint más totális diktatúrákban, viszont mindenképpen ott volt a lehetőség, hogy ezeket az embereket akár mozgósítják. Nem nagyon került sor a bevetésükre, de a jelképes jelentőségük ott volt, hogy a pártnak szüksége, ha szüksége támad, akkor van egy megbízható csapata, egy fegyveres alakulata. Érdemes az új címert is megnéznünk, amit Kádár János bevezetett, és összehasonlítanunk a régi gyűlölt rákosista magyar címerrel. A két címernek a szimbolikája is meglehetősen különbözik, hiszen az egyikben még azt láthatjuk, hogy a sarló, illetve bocsánat, a kalapács, ami a munkásosztályt jelképezi, és a dolgozó parasztságot lévő gabonafejek, illetve a másikban már erőteljesebb nemzeti utalásokat láthatunk, az úgynevezett Kossuth címer került be a Kádár korszaknak a hivatalos magyar címerébe, természetesen a vörös csillag mind a kettőben megtalálható a kommunista alapoknak a hangsúlyozására. Kádár Jánosnak ez a korai korszaka, tehát a megtorlás korszaka egy új párt alakításával is természetesen járt. A régi MDP-t, ami a Rákosi időkben az egypárti diktatúrának volt a végrehajtója, megszüntették, nem akarták újra alapítani. Kádár viszont egy másik új kommunista pártot hozott létre, a Magyar Szocialista Munkáspártot, az MSZMP-t. Ez szintén diktatórikusan egypárti irányítás formájában irányította az országot, de Kádár János személyéhez tartozóan nem fogadta el és nem is igényelte, sőt egyes leírások szerint kifejezetten ellenezte a személye köré alakuló kultuszt. Tehát ő nem volt egy olyan fajta diktátor, aki az ünneplést a személye felé szívesen fogadta volna, sőt legendásan puritán volt, erről majd később szeretnék mesélni, hogy ezáltal is a népszerűsége a magáról elnevezett korszakban is folyamatosan fennmaradt. Természetesen nem ő hívta így ezt a korszakot, szaktörténészek és az emberek nevén maradt ez továbbra is Kádár korszaknak. Egy nagyon érdekes, jelentőségteljes forduló pont 1957. május 1-e, amikor ugye a munka ünnepének nevezhető tömegrendezvények voltak szerte, és ezután még sok évtizedekig a szocialista országokban, egyébként a mai napig is megmaradt ez az ünnep, május 1-e, mint a munkának az ünnepe, viszont mondhatjuk ezt a napot a behódolásnak a napjának, vagy szimbólumának.
Több százezres tömeg jelent meg ugyanis Kádár János első nyilvános beszédekor a Hősök terén, sőt sokan autogramot is kértek tőle, és a korabeli fotók azt bizonyítják, hogy egy gyökeres változás történt a magyar népnek a lelkületében, ha lehet ezt így mondani. Az átmeneti időszak, a statárium a sokféle erőszak nyomására egyfajta, ha nem is mondanánk behódolásnak, de kiegyezés, az emberek jelentős részében rájöttek arra, hogy együtt kell élniük ezzel az emberrel, együtt kell élniük ezzel a rendszerrel, hogy tulajdonképpen ez valamennyivel jobbnak tűnik, mint a Rákosi korszak, mint Sztálinnak az uralma. Részint talán arra is gondoltak, hogy maga Kádár János megjárta Rákosinak a börtönét, és ezért gondolták talán azt, hogyha egyértelműen szovjet helytartóként is érkezik, talán valamit enyhíteni fog a rendszerrel. Ez be is fog következni. 1963-ban amnestiát hirdet, és ez az az év, amikor az ENSZ, nem, ugye az Egyesült Nemzetek Szervezete is leveszi a magyar kérdést a napirendről. Mit jelentett ez? Az átmeneti korszakban, ugye a kemény diktatúra időszakában napirendre volt téve, hogy a magyarországi helyzet tarthatatlan, az emberi jogokat nem tartják be, nagyszámú kivégzés volt, ugye Nagy Imrét és az egykori miniszterelnököt 1958-ban, július 16-án kivégzik, mártírtársaival együtt, és méltatlan módon egy jeltelen sírba helyezik el, amelyet majd később a korszak végén fognak csak ünnepélyes körülmények között újra temetni ezeket a hősöket. De természetesen ez a korszak Kádár János számára is kellemetlen volt, hiszen el volt szigetelve az ország, ezért egy kölcsönös engedmény alakult ki. Az amnestia ugye azt jelentette, hogy néhány embert, nem is keveseket kiengedtek a börtönökből, akiket az 56-os forradalomban való részvétele miatt elzárva tartottak, és ilyen módon a nemzetközi közvélemény, a nyugati világ is engedett azokból a szankciókból és elítélő véleményekből, és elkezdtek Magyarországgal valamiképpen tárgyalni, elismerték azt, hogy nem szakadt ki a kommunista-szocialista tömbből, és így Kádár Jánosnak lehetősége támadt arra, hogy azt a rendszert, amit Kádár kornak hívunk, és amely ebben a második szakaszban 1963-tól vadonatúj vonásokat mutat, meg tudta valósítani. Nézzük meg ezt az úgynevezett puha diktatúra korszakot, ami tulajdonképpen engedményeknek és alkuknak volt egy ügyesen felépített építménye. Azokat az alapokat, amikre épült a szocializmus, kommunizmus szerte Kelet-Európában, nem adta föl Kádár. A magántulajdont viszont, ami az embereknek egy természetes vágya, bizonyos korlátok között megengedte, hogy működjön. Létrejönnek a háztáji gazdálkodások a termelőszövetkezetek mellett. Nem hagyják abba a termelőszövetkezeteknek a létesítését, azonban ezeknél az erőszakosságot, a brutalitást, a szervezetben megpróbálják a meggyőzéssel, a ráhatással, esetenként szakmai módszerekkel, amik később hatásosnak bizonyultak, felváltani. Viszont engedték, hogy az emberek, főleg falun, szabad idejükben, kertekben, kisebb földeken háztáji gazdálkodást folytassanak, az ebből jövő termékeket piacon értékesíthették, így gyakorlatilag a rendszer egy élelemtermelési forráshoz is jutott, hiszen az emberek életszínvonala növekedett, többfajta árucikket tudtak vásárolni, egyértelműen mindkét félnek a megelégedésére szolgált, a városiaknak és a falusiaknak is. Ezért ezt a rendszert nem kis iróniával gulyás kommunizmusnak is kezdik nevezni, ami azt jelenti, hogy ugye az egyik jellegzetes magyar ételről lévén szó, az élelmiszerellátás végig a korszakban igen jó szintnek minősíthető, természetesen relatív jóságról van szó, de a környező szocialista országokban sokszor átutaztak Magyarországról, még én magam is láttam Lengyelországból jövő turistákat,
akik nagy magyar élelmiszerek bevásárlás után tértek haza, és mindenféle tárgyakat cseréltek az itt nálunk elérhető élelmiszerekre. Nagyon fontos volt, hogy azt a fajta merev, átráthatatlan rendszert, ami a kommunista társadalmakat általában jellemzi kulturális és művelődési területen, és megpróbálta Kádár János egyfajta engedmény és alkú pozícióra irányítani, terelni. Nagyon érdekes volt az, hogy kialakult egy úgynevezett 3T politikája, Acél György, Kádár Jánosnak az egyik legbizalmibb embere, kultúrpolitikusnak mondhatjuk, némelyek kultúrpápaként is említették, ugye. Ő tartotta működésben ezt a 3T rendszerét. A 3T a tiltás, a tűrés és a támogatás, ami azt jelentette, hogy aki ebben a korszakban íróként, költőként, képzőművészként vagy zeneszerzőként, tehát a művészet terén szeretett volna érvényesülnie, mindenképp bizonyos határokig elmehetett, és egyes határokat viszont nem volt tanácsos átlépnie, mert akkor nemhogy elveszítette az állami támogatást, a könyv megjelenést, a színházi bemutatóknak az esélyét és az ebből származó jogdíjakat, hanem adott esetben fekete listára is kerülhetett, de ez egy érzékeny rendszer volt, és ezekből a karanténokból ki lehetett jönni a rendszernek tett gesztusokkal, amik viszont nem voltak az első számú vezetőnek, Kádár Jánosnak az imádatához kötve, ez nagyon fontos volt. Az egyetlen olyan kommunista vezető volt ebben a tömbben, akinek a képe például nem volt ott az osztálytermek falain, a tanácsokon, az önkormányzatok elődjeit tanácsoknak hívták, és a gyárakban. Tehát átjárhatóbb közélet volt ebben a korszakban, ebben az úgynevezett gulyás kommunizmusban. Például nyugati filmek is megjelentek, eljutottak pár év késéssel a mozikba, olyan fajta zenéket, bár hivatalosan nem lehetett még hallgatni, de alakultak különösen a 60-as évek második felében az úgynevezett táncdalfesztiválok és ki mit tudokon, olyan fajta zenéket is hallhattak a magyar fiatalok, Illészenekarra, Omegára utalok, amit szüleitek, nagyszüleitek jól ismernek, amik egyfajta szelepként működtek, hogy gyakorlatilag úgy érezhette egy átlag magyar polgár, hogy a helyzet nem is olyan rossz, hogyha nem is szeretjük, ha nem is ez az, amiben mi életünk végéig élni szeretnénk, de tulajdonképpen jobban élünk, nagyobb a szabadság, mint akár Csehszlovákiában, akár Lengyelországban, NDK-ban és főképpen Romániában, ahol a 60-as évek végétől egy korlátlan, borzalmas diktatúra, Ceausescu rendszer kezd kialakulni. Tehát a kultúra egyfajta rugalmassága azt engedte meg, hogy aki tulajdonképpen nem támadja meg azokat az azokat a tabunak nevezhető néhány fontos dolgot, azok egészen jól működhetnek, és egészen jó egzisztenciát is teremthetnek, ha van hozzá tehetségük. Ezek a tabuk a következők voltak. Az 56-os forradalom, amiről sokszor úgy beszéltek, hogy 56-os sajnálatos események, őszi sajnálatos események, a nemzeti kérdés, tehát március 15-e megünneplése, az ugyan az iskolákban lezajlott, de nem nagyon engedték, hogy spontán csoportok, akár a Petőfi szobor között megemlékezést tartsanak, és a határon kívüli magyarságnak a kérdése, ami különösen fájdalmas volt, hogy az említett romániai elnyomás alatt sinlődő honfitársainknak a számára. Nagyon érdekes volt, hogy hogyan próbálják a gyermekeket megragadni. Az úttörő mozgalom és a kisdobos mozgalomról beszélnék, ami a ti szüleitek nemzedékében gyerekkorban még mindenképpen ismerős, sőt kötelező elemnek számított. Az úttörők ugye piros nyakkendőben, a kisdobosok egy a mai alsósok kék nyakkendőben jelentek meg, de nem volt ez annyira brutális és annyira erőltetett rendszer. Igazából olyan programokat szerveztek, amikkel megpróbálták ugye népszerűsíteni a rendszert, nem annyira dogmatikus és nem annyira erőltetett módon, mint akár a náci Németországban a Hitlerjugend, vagy az eredeti szovjet úttörő mozgalomban ez történt. Megalapult a Kommunista Ifjúsági Szövetség, a KISZ is, ami már a középiskolásokat, egyetemistáknak a nemzedékét igyekezett beszervezni, tulajdonképpen az egypárt rendszernek, az ifjúsági tagozatának számított,
nagyon nagy jelentősége nem volt, igyekezett a fiatalokat valamelyest kontrollálni, ellenőrzések alatt tartani. A korszak vége felé olyan koncerteket, zenéket is szerveztek a KISZ égisze alatt, amivel a rendszer népszerűségét egyfajta fiatalos feelinggel próbálták eladni. Nagyon érdekes, hogy 68-tól 1968-tól egy kisebb fajta reformkísérlet történik ebben a rendszerben, amikor egy reformkommunista közgazdás, Nyers Rezső kidolgoz egy olyan javaslatot, ami az új gazdasági mechanizmus néven lesz a gazdaság történet egy érdekes pillanata. A rendszert megpróbálták egy picit nyitni a magántulajdon hasznai felé. Mik ezek a hasznok? Hiszen hogyha nem a jellegzetes kommunista felfogás szerint minden tervutasításra, 5 éves tervekre, előírt központból irányított alapelvek szerint akarnak fölépíteni, akkor az emberek előbb-utóbb megtapasztalják azt, hogy életképtelen a rendszer, bizonyos hiányok alakulnak ki egyes árucikkekben, másból túltermelés van, és így tovább. Az új gazdasági mechanizmus korlátozottan és kísérleti módon megengedte a piacgazdaság egyes alapjait, például a mennyiségi szemlélet helyett a minőségre tették a hangsúlyt, érdemes tehát nem tonna traktorokat gyártani, és minél többet vas és acél termelni, amiből nem lesz esetleg eladható áru, hanem minőségi, de akár kisebb termelésre kell átállni, aminek az értéke is jóval nagyobb. A mezőgazdaságban további enyhítések következtek be, az említett háztáji gazdálkodáson túl már nagyobb volumenű termelésre is sor kerülhetett, korszerűsíthettek az állami gazdaságok, akár olyan nyugati traktorok is előfordultak, és gépek, amelyek az Egyesült Államokból származtak, voltak ilyen sikeres termelőszövetkezetek. Valamint hitelfelvételre is sor került a nemzetközi piacokon, ez talán volt a legnagyobb újdonság, hogy a nemzetközi pénzügyi élet vérkeringésébe Magyarország is belép, majd látni fogjuk a következő órán, hogy ennek voltak aztán negatív jellegű következményei, hiszen ha túl sok hitelt vesz fel egy ország, akkor ezt előbb-utóbb vissza kell fizetni. Összefoglalóan szeretnék néhány korabeli érdekes viclapból egy-egy képet bemutatni. Ez a kor emblematikus újságjából, a Ludas Matyiból egy-két érdekes képkocka, ami történelmi forrásnak tekinthető, hogy ez a korszak volt az, amikor, ha nem is beszélhetünk szólásszabadságról, és lelkiismereti szabadságból abszolút nem, hiszen ne felejtsük el, hogy korlátozták az egyházakat, a másképp gondolkodó értelmiség rendszeresen elveszítették a munkájukat, viszont egyfajta szelep módon a humor és a finom politikai viccek megjelenhettek. A két kép, ha látjátok, a Technika új víványa, illetve Megérkezett a banán című apró kis rajzok azt mutatják, hogy a rendszer bizony nem tökéletes. Az egyik a korrupcióra utal, az államban megfigyelhető korrupcióra, a másik pedig az áruhiányra, ami azért megvolt. Például, ha visszaemlékszünk a saját, az én nemzedékem gyerekkorára, déli gyümölcs és főképpen banán továbbra is ritkán volt a boltokban. Tehát azt szeretném mindezzel bizonyítani végezetül, és számítok a figyelmetekre a következő órán, mikor a korszaknak a második felét még folytatnám, és a korszak válságát, hogy apróbb engedményekre sor kerülhetett, de természetesen ez mindez egy relatív jólétet és egy relatív szabadságot jelentett, nem azt a fajta természetes és azt mondhatnánk ma már magától érthetődő életviszonyokat, amelyek között mi élünk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és minden jót kívánok!